A Magyar Kupa legjobb 64 együttese között találkozott egymással a Soroksár SC és az Eto. A bajnokságban már egyszer találkozott egymással a két gárda, a győri találkozón 1-1-es döntetlen született. Az akkori kezdő 11-ek csak nyomokban hasonlítottak egymásra. Mind a két szakvezető úgy gondolkodott, hogy azok kapjanak többnyire lehetőséget, akik eddig kevesebbet játszottak. A mérkőzést Weiser Roland vezette, segítői Berényi Ákos és Kovács Zoltán voltak. 30 másodperc telt el csak a találkozóból, és már is veszélyeztettük a vendégek kapuját. Ladányi lövését még blokkolták, de a kipattanóra Csernik érkezett és a hálóba bombázott. Hatodik perc, Berki próbálkozott szabadrugás után, Abu maga biztosan megfogta a labdát. 5 perccel később megint Berki, csak most távolabbról, Abu a biztonság kedvéért pedig inkább kiütötte a hosszú felé szálló labdát. 14. perc, Csernik szögletét Hudák csúsztatta meg, Piskin pedig a kezével blokkolt, ezért büntetőt ítélt a játékvezető. A labda mögött derekas állt, és maga biztosan bebombázta a kapu jobb oldalába a labdát. Huszonötödik perc, Hudák lapos lövését fogta meg Gyurákovics. A második részt az Eto kezdte jobban, Kerkez ment el a szélen, Kópis mellett pedig elesett, így büntetőt kaptak ezért a győriek. Piskin állt a labda mögé, és ő is magabiztos volt. Három perccel később pedig Berki lőtt Abu kezei közé. 56. perc, Pászkal szögletnél, bent középen pedig derekas érkezett és nagyszerűen csúsztatott a rövid alsóba. A 71. perc, Lipcsei Krisztián szabálytalankodott Priskinnel szemben utolsó emberként, a játékvezető pedig ezért a megmozdulásért kiállította középső védőnket. 80. perc, egy kicsit elaludt a védelmünk, Berki labdáját Priskin fejelte középre, Dvorzsák pedig a hálónkba. 3-2. A 88. perc, Dvorzsák ezúttal lábbal veszélyeztetett, középre tartó lövését másodjára magához ölelte Abu. 90. perc, kecsegtető szögből járt szabadrugás a Győrnek, vitális a labda mögött, Abu azonban érezte, hogy hova jön a labda, és megfogta. 92. perc, óriási esély az egyenlítésre a győriek előtt, de szabados lövését is megfogta Abu, ez pedig azt jelentette, hogy továbbjutottunk a következő körbe, és várhatjuk a sorsolást a legjobb 32 között. Soroksár SC, VKV, Eto FC Győr, 3-2. Hát igazi kupa mérkőzés volt, volt minden kiállítás, 11-es izgalom. Nagyon jól indult a meccs, aztán nagyon izgalmassá tettük. Hogyan láttad? Hát igen, természetesen a csapatom maga gratulál a továbbjutáshoz. De ahogy te is elmondtad, nyilván az első fél idő az nagyon jól sikerült. Nagyon jól kezdtük a mérkőzést. Az első percben és utána a 15. percben már 2-0-ra vezettünk. Úgyhogy a fél időbe kértem is a srácokat, hogy kicsit nyugodjanak meg. Többet legyen nálunk a labda, és hát nyilván utána megint az első percben, amit mondtam a fél időben, hogy arra koncentráljunk, hogy nehogy véletlenül az első percben kapjunk gólt, hát nem az elsőben volt, hanem a másodikba. Úgyhogy megint egy figyelmetlenség, ugyebár egy 11-es, berúgták, nyilván utána egy kicsit azért beszorultunk, de jókor jött a Zolinak a szöglet utáni gólja, ami 3-2, és 3-1 volt, és utána pedig kaptunk még egyet, és a végén pedig nehezebb lett nyilván a kiállítás után a 74. perctől. Nagyon izgalmas volt a mérkőzés vége, de úgy tűnt az elején, hogy egy negyed óra előnyt adtak a Soroksárnak, hogyha ez másképp alakul, akkor lehet, hogy más eredmény születik, hogyan láttak. Igen, én is így érzem, hogy az elejét rögtön az első percben gólt kaptunk, ami nem igazából bekalkulálva. Tehát nagyon rosszul kezdtük a mérkőzést, ettől függetlenül azt gondolom, hogy kicsit játékba azért próbálkoztunk, próbáltuk felépíteni a játékot. Nem igazából volt az első félidőben bennünk annyi, hogy gólt rúgjunk. A második félidőben azért cseréltem, hogy próbáltuk egy kicsit agresszívabbá tenni a játékot, a támadó játékot és a védekezést is, aztán a gól gyorsan jött. Sajnos utána nem tudtunk még egyet rúgni, hanem kaptunk. És a végén azért azt gondolom, hogy élvezetesé tettük a meccset, hiszen itt volt a második gólunk, illetve helyzeteink megvoltak arra, hogy még gólt szerezzünk.
nagyon sajnálom. Hát nagyon sok a fiatal csapatunkban, úgyhogy hullámvölgyeink benne vannak. Van, amikor kezdőként játszik jól, akit odalakunk, van, amikor csereként, úgyhogy nagyon-nagyon hektikus ilyen szempontból a csapat. Ugye egy másik győri csapattal fogunk találkozni a hétvégén, ugye egy Gyirmothoz megyünk, akikkel mostanában nem annyira megy. Hogyan készültek a meccsek? Hát most először ez volt a legfontosabb, mindig a következő mérkőzésre gondolkodunk, tehát most először sorban a Győr volt a legfontosabb. Holnaptól, ugye bár megint teszt van, Covid teszt reggel, és holnaptól kezdve elkezdünk foglalkozni a Gyirmothoz. Nyilván egy nagyon jó csapathoz megyünk. Lementünk a Deán-nal, megnéztük az elmaradt meccsüket Szegeden, tehát egy stabil csapathoz fogunk érkezni. Meglátjuk, hogy fogunk tudni felkészülni, de természetesen hát jó eredménnyel szeretnénk eljönni Gyirmothoz.